Ti mondtátok, én megcsináltam. A cipőárus. Hallod? Hát eszméletlen, ez pont rád illik. Adhatom a párját? Mi az, hogy szűk? Nem kicsi az, csak manapság ugye így divatos, egy kicsit ilyen passzentos jobbról, balról. Pont jó az neked, jó az. Na figyelj, úgy van, hogyha vásárolsz most 3 cipőt, akkor kapsz egy olyan kupont, ami mínusz 10%-ra jogosít fel a következő vásárlásnál. Nyilván akkor is 3-at kell majd vásárolnod, de hát teljesen megéri, nem? Nem? A lényeg az, hogy jó sokat vásároljál itt az üzletemben. Na akkor ez a cipő lesz az. Szuper, tudtam én ám, hogy az első döntés a legjobb. Esetleg adhatok hozzá egy ilyen disperzites sprét, amit úgysem fog sose használni, de így feleslegesen legalább elkölthetsz még 2000 forintot. Pletyka terjedése a suliban. Hallod? Én láttam, ahogy Laura és Dávid beszélgetnek a szünetben. Mondjuk lehet, hogy csak a házit dumálták meg, de minden esetre érdekes. Érdekes. Hallod? Dávid és Laura dumáltak a szünetben, állítólag randizni fognak a jövő héten, de ne mondd el senkinek. Oké, persze. Pszt, figyelj már! Képzeld el, állítólag Laura és Dávid beszélgettek a szünetben, többen úgy gondolják, hogy évek óta járnak, és most beszélik meg az esküvő részleteit. Na ez azért durva. Haló, Suli Rádió, biztos forrásból tudjuk, hogy Laura és Dávid összeházasodtak a múlt héten, és már az összeköltözésüket tervezik. Következő zenénkkel készülünk nektek, hallgassátok! Amikor a hidegben az udvaron vagytok, de mindenkinek van egy olyan osztálytársa, aki még mindig azt hiszi, hogy nyár van. Fú, de hideg van az udvaron, hallod? Hú. Ne is mondd, szétfagyok teljesen. Miről beszéltek, srácok? Azt nem mondjátok, hogy fáztok, tök jó idő van. Yeah! Oké. Amikor a tanár kihív a táblához. Éva néni, én akarok kimenni a táblához. A színes krétával felírom a dátumot, a fehér krétával pedig megoldom a feladatot. Hadd menjek én ki! Tanárnő, muszáj kimennem. Jó, rendben, akkor ott oldom meg a feladatot a táblánál. Hagyjon már, tanárnő, ne csinálja már! Hát a múlt héten is engem hívott ki. Minden nap engem rángat ki a táblához. De miért? Miért csinálja ezt, tanárnő? Mi? Jó vicc, hogy én menjek ki a táblához, biztos, hogy nem. Éva néni azt hiszi, hogy kimegyek a táblához. Ti mondtátok, én megcsináltam. A portás bácsi. Bence, megint késünk az óráról? Tudod, ilyenkor mi a szabály? Kérem az ellenőrzőt. Aztán majd az osztályfőnöktől visszakapod. Na mi van, Dávidom? Megint késünk az iskolából. Figyelj csak, hoztál nekem almás pitit, mint a múltkor. Köszönöm. Figyelj csak, nem kell ezt az ellenőrzőt, hagyjuk, csak menjél be gyorsan. Nézz oda! Látom, ahogy jön a Jolán takarító biciklivel, de nem engedem ám be. Hadd sétáljon körbe, és jöjjön be itt a főkapun, legalább beszélgetünk, és találkozunk a Jolival. Hello! Azt köszönni ki fog? Danika, itt nem hozhatod át a biciklit az egész portán, ezt már megbeszéltük. Vagy az utcán hagyod, vagy otthon. Roller jöhet, bicikli marad. Ez a szabály. Anyuka, hova? Be a gyerekért. Tudja a szabályt, így úgy sem jöhet át. Értem én, hogy siet szólok, hogy jöjjenek a gyerekek. Halló, Aranka, megjöttek Daniért, meg Dávidért. Nem kell sietni, ráér az anyuka, amúgy nem. De maradjanak ott a gyerekek még. Amikor közeledik az első fél évnek a vége. Gyerekek, mint tudjátok, hamarosan itt van az első fél évnek a vége, így az osztályzatokat át kell beszélnünk. Janó, te 4,51%-ra állsz, ezért megkapod az ötöst, ügyes volt, gratulálok. Dávid. Hát 4,75%-ra állsz, sajnálom, ez csak egy gyenge négyeske. Ha szeretnéd, hogy jobb jegyed legyen, akkor felelned kell érte, illetve még egy dolgozatot is írnod kell. Fel ne háborodjál nekem, légy szíves, köszönöm szépen!
Ármin, hát az osztály legjobb tanulója, na nézzük csak, 4,35 századra állsz, hát voltak rossz pillanatai, de figyelj, beírom neked az ötöst, mert nagyon ügyesen dolgoztál egész évben, gratulálok, ügyes voltál. Ami a rejtélyes tanári szobában történik, második rész. Képzeljétek el, azt mondtam a diákoknak, hogy nem lesz a következő dolgozatban verselemzés, pedig bele fogom rakni, ők majd jól fel fognak háborodni, de én mindent letagadok. Hú, ez tetszik, tök jó. De képzeljétek, halljátok, én azt csinálom, hogy a Bencét már harmadjára hívom ki a héten a táblához beszélni. Úgyis örökösen dumál a padban, legalább itt hivatalosan megteheti, és még jegyet is adhatok neki, ami nem ötös. Ó, hát ez semmi, amit ti mondtok. Tudjátok, közeledik a fél év vége, és én erre hivatkozva azt csinálom, hogy minden órán dolgozatot iratok velük. Már van elég jegyük, de hát így még több lesz. Psz, figyelj, van nálad egy rágó. Hallod, tesó, kitört a körzömhegye. Adj már egy egész körzőt új kölcsönbe az órára. Hú, hallod, de jól néz ki az a szendvics. Adj már egy harét, na. Hallod, bátya, nincsen házim. Add már kölcsön a te házidat. Fú, de jó a pulcsid. Milyen jó lenne, hogyha nekem is lenne egy olyan. Ha valaki kölcsön adná, mondjuk. Köszi. Gyerekek, mint tudjátok, minden nap valaki elmondja, hogy hány nap van még karácsonyig. Mai szerencsésünk az osztályból győző lett. Ó, már kezdhetem is, tanár úr? Persze, várom, Győzik én. Már csak kettőt kell aludni, hogy kimondjuk azt, hogy Oh my God, Merry Sister, Merry Christmas. Amikor nem tudod eldönteni, hogy tanulj-e, vagy sem. Jaj, ezt nem hiszem el, annyi leckét feladtak, és még dolgozat is lesz. Most mit csináljak? Ugyan már, hát rengeteg időd van még addig. Nem kell még tanulnod, menjél csak és Fortnite-ozz. Ne hallgass rá! Ha beosztod az idődet, akkor napi egy óra tanulással bőven végzel. Ugyan már! Hát minek tanulnál, ha bulizhatsz is, játszhatsz is. Menjél és nyisd ki a hűtőt, és egyél meg egy egész rúd beiglit. Egyél sok zöldséget és hozzá húsokat, aztán desszertként fogyassz el egy finom almát. Aj, te annyira uncsi vagy. Te pedig kiszámíthatatlan. Na most akkor mi legyen? TikToker típusok. Első. Akinek az a szuper ereje, hogyha felvesz egy tűrőközőt a fejére, akkor lányá változik. Na sziasztok, kedves TikTokerek! Képzétek, egy új videót készítek nektek, amihez fel is veszem a tűrőközőmet. Hallom, mi történt a hangommal? A teremburáját, kisfiam! Hát nem megmondtam, hogy tanuljál eleget az iskolában! Második. Aki indokolatlanul gyorsan beszél, és az egész napját elmondja 30 másodperc alatt. Ja, képzeljétek el, hello, sziasztok! Képzeljétek el, azt történt, hogy felkeltem a reggel, és megmostam a fogamat az új fokrémemmel. Ezután kijöttem, és elkezdtem reggelizni a Crunchy Munchy-tól, akit kaptam cégtől ajándékot, és azt úgy megettem, hogy úristen, nagyon finom volt. Szóval Crunchy Munchy-t vásároltak ti is, és azért mondom el még harmadjára, hogy Crunchy Munchy, hogy megvegyétek ti is ezt a nagyon finom műzli szeretet. Ezután elmentem shoppingolni, nem mentem iskolába, ugyanis teljesen természetes, hogy egy korombeli fiatal elmegy shoppingolni iskola helyett, ne tegyétek. De utána meg elmentem barátaimmal találkozni, aztán hazajöttem, megint megmostam a fogam, ettem Crunchy Munchy-t vacsorára is, és lefeküdtem, hello! Harmadik. Aki szerelem után sóvárog a TikTokon, de nem tesz érte semmit a való életben. Szerintetek ki volt az az ember, aki idén szilveszterkor magányos volt? Hát én. Na és pont ugyanez az ember, hát nem várja a Valentin napot, meg kell, hogy mondjam nektek.